Újabb szakaszába lépett itthon a koronavírus járvány elleni védekezés. Mondhatni ketté osztották az országot a hétfőn életbe lépett kormányrendeletek. Míg Budapesten és Pest megyében fennmaradtak a március vége óta érvényes kiárási korlátozások, az ország többi részén szabadabban mozoghatnak az emberek. Továbbra is mindenkinek törekednie kell ugyanakkor arra, hogy tartsa a másfél méteres távolságot másoktól az utcán, a parkban és a járműveken is kivéve azokat, akikkel együtt él. Augusztus 15-ig rendezvényeket nem lehet tartani, még lagzit sem. A házasságkötést, a temetéseket és a vallási szertartásokat ugyanakkor engedélyezték. Szárva maradnak a mozik, a színházak, a szórakozó helyek és a nem szabadtéri múzeumok. Kinyithat viszont minden üzlet, a szabadtéri fürdők, strandok és az állatkertek is foglalja össze a 24.hu. Ismét látogathatóak a közterületek és a parkok, a helyek a kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket, de a vendégtérben a folytatásban sem lehet tartózkodni, csak az elvitelre rendeltétel kiszolgálása történhet meg. Továbbra is az egész országra igaz, hogy élelmiszerboltokban, drogériákban és gyógyszertárakban 9 és 12 óra között csak 65 évnél idősebbek vásárolhatnak, ők viszont csak ebben a három órában léphetnek be. A piacok szabályozását az önkormányzatokra bízta a kormány, tehát a polgármesterek dönthetnek arról, a piacokon bevezetnek-e olyan idősávat, amikor csak az idősek vásárolhatnak. Mire házán ez a 10 és 12 óra közötti periódus. A védekezés újabb szakaszában hétfőtől azonban már mindenkinek kötelező vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, ami lehet orvosi maszk, sál és kendő is. A felső oktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad. A közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben fokozatosan oldják fel. A fővárosban közben marad minden a régiben. Ez azt jelenti, hogy az ott élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el az otthonukat, vagyis el lehetnek dolgozni, bevásárolni, sétálni, orvoshoz halaszthatatlan ügyeket intézni, viszont nem gyülekezhetnek, és mindenkitől, akivel nem élnek egyháztartásban, tartaniuk kell a másfél méteres távolságot a botok nyitva tartásában sincs változás, az éttermek pedig továbbra is csak elvitelre adhatnak ételt vagy házhoz szállíthatnak. A sportélet ugyanakkor Budapesten is újraindulhatott, és nem csak a hivatásos sportolók kezdhették meg az edzést, de minden sportegyesület által szervezett amatőr, szabadidős és tevékenység is engedélyezett, sőt nézők nélkül versenyeket is lehet rendezni. A bajnokságok folytatásáról a szakszövetségek dönthetnek.